Vendégem dr. Pál Károly, a VMS ügyvezető elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét! Készül egy nemzet megtartó stratégia Budapesten is, nálunk is. Mit kell, hogy ez a stratégia tartalmazzon? Annak érdekében, hogy a szórványban is megmaradjanak a magyarok. Tehát alapvetően azt szerintem, hogy a szórványban, hogyha a magyarság nem marad meg, akkor a tömbben is fogyni fog a magyar lélekszám és a magyarok részaránya. Tehát a tömbnek a felelőssége az, hogy a szórványban próbálja mindent megtenni azért, hogy a magyarságot helyben megmaradhasson. Alapvető szerintem a gazdasági alap megteremtése ahhoz, hogy legyen értelme a szórványban megmaradni magyarnak. Láttuk ebből a bejátszásból is, hogy hát munkahely nélkül, tehát jövedelem nélkül nagyon nehéz megmaradni, és nő a kivándorlási kedv, illetve nő az, hogy nincs elég gyerek. De szerintem, amennyiben Szerbia elindul egy helyesebb úton, akkor nőni fog a lehetőség arra, hogy munkahelyek teremtődjenek, és nagyon fontos volna itt ebben a stratégiával megfogalmazni azt, hogy a szórványban, ahol hát ősi szállás, magyar szálláshelyeink is vannak, ott próbáljunk munkahelyeket teremteni, és lehetőséget teremteni arra, hogy az oda betelepülő vállalkozók, amennyiben főleg azok Magyarországból érkeznek, hogy azok a magyar munkaerőt preferálják elsősorban, ez pedig az is szükséges, hogy iskola rendszerben olyan szakemberek kerüljenek ki, akik hát eleget tudnak tenni a mai kor követelményeinek. Ez van szerintem az egyik legfontosabb a gazdasági alap, másik pedig hát mindaz, ami ezt követi, mindaz, ami erre ráépül, az oktatás, a művelődés, az egyházi élet, a közösségi civil szerveződés, és ehhez mind minden tevékenységhez emberek kellene, akik fölvállalják a szórványban azt, hogy, és ahol sokkal nehezebb, fölvállalják azt, hogy tesznek azért, hogy a magyarok megmaradhassanak magyarnak. Egy ilyen komoly gondot okoz az iskola rendszer, magyar tagozatok megszűnnek olyan helyeken, ahol alig van magyar gyerek, vagy beolvadt a magyarság már a szerb tömbbe, a szerb közösségbe, és az anyanyelvet azt csak külön órákon tanulják, ha éppen a szülők is úgy akarják. Szerintem reálisan kell nézni dolgot, az pedig azt jelenti, hogy nem csak a magyarok fogynak, hanem fogynak a szerbek is, és fogynak más velünk együtt élő népek is, kivéve talán a most frissen ide vándoroltak egy bizonyos része. Tehát mindenki fogy, és ebbe itt kell magunkat föltalálni. Tehát, hogyha fogynak a szerbek, fogynak a magyarok, akkor meg kell találni a módját annak, hogy az iskoláztatási rendszerrel megpróbáljuk biztosítani az anyanyelvi oktatást. És az MNT által megalkotott stratégia, gondolom, erre alapul, hogy iskolabuszok által, iskolaközpontok kiemelésével, a szülők biztatásával próbáljuk elérni azt, hogy a gyerekek magyarul járjanak iskolába, hiszen a magyar nyelvtudás az egy fontos része a magyarsági öntudat megmaradásának. A mai világban ahhoz, hogy pénzhez jusson egy-egy egyesület, egy-egy közösség, általában pályázni kell. Elegendő-e, hogy csak a kultúregyesületeket pénzelik, vagy meg kellene találni a lehetőséget, hogy a magyar nyelv tanulását, tanítását is valamilyen formában támogassák? Tehát mindenféleképp ösztönözni kell azt, hogy valaki vállalja a magyarságát. Én nagyon sok olyan közösséget ismerek itt a Vajdaság szerte, ahol a gyerekek már elveszítették anyanyelvüket, ellenben ők magyarnak vallják magukat, és meg lehet próbálni fordítani ezt az asszimilációs folyamatot. Mi Bársfekete hegyről, ez egy ilyen eléggé közismert dolog, annak idején Szerémségbe kezdtünk el járni maradékra, utána pedig hát a többi magyarok által lakott településre is. 15 év alatt mondjuk most már Szerémségben 8-9 magyar egyesület működik, amely azon kívül, hogy fölvállalja a hagyományok ápolását, azon kívül fölvállalja az anyanyelvápolás különböző formáit is. Tehát valamilyen módon a tömb és a szórvány közti viszonyban lehetőséget kell teremteni arra, hogy a szórványban élők lássák azt, hogy is lehet másképp élni, és hogy tenni kell azért. Azon a közösségen lehet a szórványban segíteni, ahol megvan az akarat, a helyi akarat arra, hogy megmaradjanak, és nagyon sok ilyen közösség van.
és nagyon szeretném szorgalmazni azt, amit mi már próbálunk megvalósítani Bársfekete-hegyről, mondjuk például Bács vagy pedig Bánátban, Begasszentgyörgy község irányába, hogy testvéregyesületek kifogadjuk az ott működő magyar egyesületeket is, és különböző formában támogassuk őket. Hiszen hogy ez egy olyan lehetőség, amely kitörési lehetőséget ad. Ezen kívül mindenkinek fontos az, hogy, és ez benne van az MNT stratégiájában is, a művelődési stratégiában, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy az ott élő magyarok valamilyen módon pozitív diszkrimináció útján jussanak olyan lehetőséghez, hogy a művelődési életük fejlődjön. És meg kell találni azokat az embereket, azokat a még magyarnak való embereket, akik vállalják ezt a plusz feladatokat is. Szívfacsaró látvány volt számomra Szerémség néhány településén, amikor a temetőbe a síremlékekre magyar nevek Ciril betűvel voltak bele és felvésve. Persze, hát ez egy valóság, de nem ebből áll az élet. Az élet abból áll, hogy ugyanazon a satrincen milyen közösségi magyar élet tud kialakulni, például vagy Dobradon, vagy Nyékhiccen, tehát embereken múlik minden. Minden az embereken múlik, hogy van-e, aki helybe fölvállalja. A másik nagyon fontos volna az egyház megtartó erejét is kiemelni, ami hát Szerémségben sajnos nagyon sok problémával küzd, hiszen tudjuk azt, hogy a római katolikus egyháznak Szerémségben egyetlen magyarul miséző. Horvátul. Hát horvátul is megy egy elhorvátosítás akarva-akaratlanul, és ez nem jó, mert az egyház megtartó ereje az valóban egy közösség megtartó erő. A státus törvény elfogadása után sokan vállalták magyarságukat. Remélhető, hogy ez a mostani, a kettős állampolgárság megadása is felbuzdítja az emberekbe a nemzeti érzelmeket? Szerintem nagyon sok olyan közösség van itt Vajdaságban, ahol magyarok élnek, és az ott élő magyar közösség tagjai már nem beszélik, vagy gyengén beszélik a magyar nyelvük, de bennük van a tudat, hogy ők magyarok és magyarokká akarnak válni, magyarként akar próbálnak gondolkodni. Ez egy génekbe jutatott kényszer valószínű, és egy gyakorlat. Mondjuk például Bács községben is, hát egyszerűen magyarul nem tudó emberek szerettek volna magyar állampolgárságot szerezni, és tanfolyamra jártak, és nyelvet tanultak, és a magyar nagykövetség fölvállalta, és egész Vajdaságban volt az első kihelyezett konzuli fogadónap, amikor befogadták a bácsi magyarul gyengén beszélő magyarok honosítási kérelmét. Tehát az anyaország szerepe is nagyon fontos, hogy bármilyen tekintetben ösztönözzük azt, hogy a magyarok a szórványban megtartsák magyarságokat, mert ha ez nem történne meg, és maximális lehetőség van arra, hogy ez megtörténjen, akkor ez kihat a tömbben élő magyarság jövőjére is. Önderülátó? Hallunk magyar szót egy 5-10 év múlva még Satrincán, Dobrodolban és környékén? Szerintem a mai helyzet attól függetlenül, hogy mennyire lesújtó valamelyik közösségben, én maximálisan derülátó vagyok abba a tekintetben, hogy ez a helyzet gyökeresen vissza fog fordulni, és el fog indulni egy másik irányba, hiszen a magyar közösség azért elég hosszú időn át megmaradt, hullámvölgyek voltak, most egy hullámvölgy vége alján vagyunk lényegében, háború utáni időszakban élünk, amikor rengeteg félelem, rengeteg depresszió költözött az emberekbe, anyagi romlás, és ez mind azt nehezíti, hogy ez a fordulat megtörténjen, de a fordulat meg fog történni, és el fog jönni az az idő, amikor kiegyenlítődik a magyar gyerek születési aránya a magyar elhunytak számával. Bármelyik közösségbe, Vajdaság szerte, én nagyon bízom ebbe, és vissza fog fordulni, hiszen teljesen normális állapot az, hogy egy közösség meg akar maradni, attól függetlenül, hogy milyen formában beszéli a nyelvet, vagy pedig tömbben, vagy pedig szórványban él. Nos, hát akkor bízunk a megmaradás erejébe. Pál Károlynak köszönöm, hogy ma este a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget.